Abdullah Oğuz filmje. Mi történt a lányjal, pásztor? Ő Ari Réza unokahúga. Magyar hangok. Bogdányi Titanilla, Szakács Tibor, Csernák János. Magyar szöveg Schulz Ádám, vágó Göbjös Attila. Hangmérnök Teravági Móv Zoltán. Gyártásvezető Kincses Tamás. Szinkronrendező Aplics László. Edd meg. Ha nem eszel, éhen halsz. Na, mit mondott? Egy szót se szól. Az ég segítsen meg. Csak gubbasztott, mint egy tébolyult. Hiába kérdem, azt mondja, nem emlékszik. Hova mész, a kádihoz? Oda. Hivatott. A magasságos mentsen meg attól, hogy csorba essen a becsületünkön. Merjen, mintha a lányom volna. Kádi, hadd szóljak én is egy pár szót. És ugyan mit mondanál? Csak nem fogod megszánni? Mit keresett a pusztában? Ha már odadobta a becsületét... Nem ő dobta el. Legalább ott pusztult volna el. Biztos azt hitték, hogy meghalt és ott hagyták. Taksin.
Le kell mosnunk a szégyent. Az emberek már is a szájukra vettek minket. Dönének sem mondott semmit se. Mit mondott volna? Bűnt követett el? Szólj Dönének. Ő a mostoha anyja. Tudja, mi a kötelessége. Születési bizonyítvány? Merjemet nem anyakönyveztük. Helyes. Mocskos vagy, Merjem. Szörnyű a vétked. Te is tudod. Megvan az ítélet, az Úr bocsásson meg. Ismered a szokást. Itt a víz. Tisztítsd meg magad. Ha magad teszed meg, talán a paradicsomba jutsz. Tudod, mit kell tenned, ugye? Isten áldja, parancsnok! Minden jót! Isten vele! Nagy bajban vagyunk. Mindenhol ott vannak a katonák. Az emberek folyton azt kérdik, mikor teszünk pontot az ügy végére. Le kell mosnunk a szégyent. Faluban ezt már nem intézhetjük el. Kádi. Isztambulban? Isztambulban. Isztambulban. Azt mondjuk kérője akadt. Jakub egy barátja. Magával vitte Isztambulba. Úgy sincs anya könyvezve. Uram, akkor azonnal indulnunk kell. Megállj! Te maradsz. Az egyetlen fiamra bízom a feladatot. Kemál úgyis nem sokára leszerel. Majd csak kibírjuk valahogy, míg haza nem tér. Küld haza őt, Istenem.
elviseltél. Hitvány vagy. Szégyeld magad, Meriem, hogy lepne el a fekély. Hogy hazajöttél. Köszönöm, apám. Kemény volt? Hozzá lehet szokni. Hozzá, persze, hogy hozzá. Az ember mindenhez hozzászokik. Sok terroristát megöltél? Egy párat. Ez igen. Büszke vagyok rád. Kemal, ejtenünkkel néhány szót egy fontos dologról. Szeretném, ha átvennél tőlem pár feladatot. Ahogy akarja. Később. Ezt majd később beszéljük meg. Előbb még fontos küldetésed van, igaz, Tahsin? Hatalmas bajban vagyunk, fiam. Elküldünk valahova. Mit műveltek? Így beszélsz a parancsnokoddal? Isten őrizzen, atyám. Engedelmeskedem. Holnap reggel Kemállal Isztambulba mész. Kislányom, kicsi Meriem, hallgass rá. Ez az utolsó esélyed. Áruld el nekem, ki tette. Képzeld, Kemal visszajött. Ő fog elvinni Isztambulba. Jakubhoz és a családjához. Könyörgök, áruld el, ki tette. Ne légy ilyen makacs. Ha megmondod, kik voltak, megyek a katonákhoz, és lefogatom a disznókat. Bibi. Mi az, kislányom? A kakasok. Miért nem kukorikolnak? Hogy mondod? A kakasok. Miért nem kukorikolnak? A kakasok mindig kukorékolnak. Csak van, aki hallja őket.
és van, aki nem. Én már nem hallom őket, Bibi. Mert nem akarod, hogy reggel legyen, azért, kicsikém. Bármi történt, ő akkor is a lányom, Kemal. Nem tudom csak úgy kidobni. Bűntkövetettel tudom. Allah a megmondhatója, soha nem emeltem kezet a lányomra. A szívem szakad meg. Még anyja sincs. A mostó anyja folyton veri, és az a szerencsétlen pára egy zokszó nélkül tűri. Nem tehet róla. Kérlek, ne bánj vele rosszul, Kemal. Isten joga az ítélkezés. Kemal bátya. Mozogj, indulunk. Nem csomagoltam sokat. Kemal úgyis mindenből újat vesz neked Isztambulban. Hé, Meryem! Halljuk, Isztambulban mész. Csak ott ne ragadj! Most mész először Isztambulba? Mit képzelsz, ha? Kemal bátya, én... Többének hozzájár nekem. Én csak nem akartalak felébre... Ki volt ez a nő? Kemal bátya, hidd el, csak beszélgettünk. Miről beszéltetek? Mindenféléről. Mit akart tőled? Csak megkérdezte, hogy mi is Isztambulba megyünk-e, és rólad, hogy a férjem vagy-e. És mit válaszoltál? Mit mondtam volna? Ide figyelj! Míg le nem szállunk, senkivel se beszélhetsz. És ne tűnj el még egyszer. Én a férjed. Mi jöhet még?
Ez az Isztambul szép város, mi Kemal bátya? Akkor tetszik itt, kis? Nagyon tetszik. Hát üdvözöllek. Úgy tudtam, van itt egy híd, az merre van? Több híd is van, melyikre gondolsz? Azt nem tudom. Nem megmondtam, hogy ne áll szóba senkivel. Még le nem szállunk, azt mondta Kemal bátya. De már leszálltunk a vonatról. Képtelen voltam lelökni. Neked elment a józan eszed? Ha? Hát hol élsz te, öregem? Ez a 21. század, ha? Azt hitted, csak úgy végzel vele? Az még a könnyebbik része. Szentséges Isten. Te bármit megteszel, amit az apád kér? Ha? Ha azt kéri, ugorj, te ugrasz? A faluban szájukra vették az emberek. Átkozott falu. Honnan veszed, hogy a lány hibája? Ha? Első szóra bemocskolnád a kezed? Megmondaná, ha nem az ő bűne volna. Százszor kérdezték, hogy ki volt az, de egy szót se szólt. Ki tudja, mit tettek vele. Ő pedig magába folytja. Merjem, még kislány voltál, mikor találkoztunk. Most meg gyönyörű nő lettél. Merjem, mi történt? Miért jöttél ide? Úgy döntöttek, hogy így a helyes, gyenge. Miért? Gyenge, ahol most vagyunk, az is Isztambul. Átkozott Isztambul. Ez nem az én gondom. A szokásaitokat tartsátok csak meg magatoknak. Nekem nincs választásom. Szégyed magad. Jakub. Épp úgy tudod, mint én. Addig nem mehetek haza, amíg ezt el nem végzem. Kimondták az ítéletet Merjemre, már nincs mit tenni. Nem maradhat életben. Nincs visszaút. Nem hagyhatod életben? Ki van zárva? Értem. Kelj fel! Elmegyünk. Thank you.
akarsz, most imádkozhatsz. Ez a hely lesz a végső nyughelyed. Bűnt követtél el, Merjem. Szégyent hoztál ránk. Jobb lesz, ha magad teszed meg. Nem mocskolom be veled a kezem. De apám is tudja, miért hoztál ide. Mondd meg apámnak, Kemal bátya, hogy imádkozzon értem. Én semmi rosszat nem tettem. Nem hoztam rá szégyent. Mondd meg neki, hogy nem vétettem ellene. Mondd meg neki, hogy Merjem a paradicsomba ment az anyja mellé. Miattam nem kell aggódnia. Miattam nem kell aggódnia.
legjobb barátom a seregből. Mintha a testvérem volna. Te itt? Mit keresel te itt? Mit mondjak, Kemal? Sosem értettem meg a szokásaitokat. Hisz tudod? Öregem, megszöktetni egy lányt, az már a múlté. Pár száz éve még megértettem volna. Nem, Szeló, nálunk ez másképp megy. Rá se ráncs, öregem. Hidd el, jól döntöttél. Nem tudtam, kihez forduljak. Kihez fordultál volna? Ki máshoz, öregem? Testvérek vagyunk. Majd én segítek. Kell egy hely, ahol meghúzzátok magatokat. Gyertek hozzám, legalább egy időre. Nem, Szeló, azt nem lehet. Akkor legalább azt engedd meg, hogy elvigyelek valahova. Zsúfolt hely, sokan vannak? Nem, tök nyugis. És a miénk? Most ugyan van ott valaki, de haza akar menni, felváltjátok. Még segítesz is. Köszönöm, Szeló. Hány Isten! Magának is. Szelahattin Sahin küldött. Igen, tudom. Az egyikben keszeg van, a másikban süllő. Meglátja, nem ördöngösség. Keszeg? Süllő? Az. De ha netán felcseréli őket, az sem tragédia. Kérdem én, nem teljesen mindegy, minek hívja őket. Keszegnek, süllőnek, Ahmednek vagy Mehmetnek. Halak, úgy sem értik. Ne vessen csak ki. De így van, ahogy mondom. Na szóval, ezzel letesse a keszegeket. És ezzel letesse a süllőket is, csak össze ne cserélje. Még véletlenül sem. Még valami. Ha megvilágítja őket, lehullanak a pikkelyeik egytől egyig, és végeznek magukkal. Ez komoly? Tudom is én, nekem is csak úgy mondták. El lesznek itt egy ideig. Csak ki ne halássza mindet vacsorára. Abban a házban elalhatnak. Na, ég áldja magukat. Most meg mit állsz ott? Várom, hogy mit parancsolsz. Ülj le és egyél. Szerencsétlen. Úgy sajnálom szegényt. Mit sajnálsz rajta, csak egy hal? Ettél már halat? Olyan, mint a csirke. Kenyeret! Lejjeltél egy szákra.
Te vagy a démonom, maga vagy a sátán! Kebáb bátya! Tudni akarom, kinek adtad oda magad! Kebáb bátya, nem értelek! Kimeltek, hogy tényleg a szaja! Tudni akarom, hogy ki volt! Azonnal megmondod, meg kiszorítom belőled a szuszt! Semmit sem tudod, hidd el! Ki volt az? Kebáb bátya, nem tedd ezt velem! Mondd be, hogy ki volt! Mondd be, hogy ki volt, hogy lövök! Kebáb bátya, vagy! Ki? Csak azt engedd meg, hogy imádkozzak! Aztán megölhetsz. Nem tudom, hogy ki voltam. Semmi rosszat nem tettem. Meg is esküszöm rá. Ki vagy is, kapcsold ki a lámpát! Kapcsold ki a lámpát, barátom! Ne világíts! Miért? Mi a baj? Ebben a vízben hal van. Ha éjjel rájuk világítasz, megdöglenek. Na persze. Ne becsüld le a halakat. Ennél azért okosabbak. Na, hagyjuk. A gond az, hogy a hajómotor bedöglött. Itt kell vesztegelnem. De reggel majd megjavítom. A tenger nem az enyém. Hogy küldhetnélek el? Ebben bizony igazad van. Ki volt az? Egy turista. Kemal, nem a munkától volna kell? Nem, amúgy is volna ott dolgom. Nem soká visszajövök, ne tűnjen! Jó napot! Nem, mintha volna hova mennem. Jó napot! Látom, nagy a baj. Megvan a bűnös. Úgy tűnik. Azt hiszem, zárlatos lett. Mindjárt megnézem. Halló? Hello, Kemal vagyok. Kemal, hogy vagytok? Jó. Megszoktátok már a halat? Már a fülemen jön ki. Halljam, katona, mibe keveredtél már megint? Hogy érted ezt, Szeló? Hívott a bátyát. Jakub bátyám? Igen. És mit mondott? Nem mondott semmit, de a hangja mindent elárult. Aggódom, érted. Te is olyan furcsa voltál, amikor beszéltünk. Nincs semmi baj, ne aggódj. A lányról is kérdezett. A lányról? Merjemnek hívják, ugye? Róla. És mit mondtál? Hogy nem ismerem. És mi van vele? Semmi, Szeló. Merjen meghalt, érted? Mi az, Kemal? Mi aggaszt ennyi? Na, semmi. Elintéztem, amit kellett, megjöttem. Kösz a segítséget. És velünk most mi lesz? Azt nekem senki nem mondta. Kemal, ide figyelj. Én nem sokára kihajózok. Szívesen elviszlek oda, ahová mentek. Na? Ugyan már, mitől félsz? Gyertek! Thank you.
hová mennetek? Dehogy van. Na és a halnevelde? Ez csak idéglenes munka volt. Akkor most? Hogyan tovább? Lesz, ahogy lesz. Kemal, ide figyelj! Ez a hajó túl nagy egy embernek. Nem is bírom egyedül. Amúgy is embereket kerestem. Miért nem dolgozol nekem? Milyen munkáról van szó? Egyszerű munkáról. Merjen főzne ránk, te meg nekem segítenél. Nem tudom, hogy alkalmas vagyok-e rá. Miért ne volnál? Kommandós voltál a seregben. Ez az egy biztos. Akkor meg mit akarsz? Egy kommandós mindenhez ért, ha? Megpróbáljuk, hát ha beválik. Merjen, mától te vagy a séf. Remélem túléljük. Kommandós, mi? Nem idevalósi vagy, igaz? Nem, barátom. Dolgozni jöttél ide? Sokan vannak így ezzel, Adanában, a gyapott földeken. Megnézem, hogy van Merjem. Gyereketek van? Nincsen. Kemal, kimegyek vásárolni, kell valami? Nem, köszönöm, semmi. Érezzétek otthon magatokat, majd jövök. Kedves ember, nem, Kemal bátya? Ne légy már naív, Merjem. Honnan tudhatnánk, milyen igazából? Talán őrült. Különben meg két érdekel. És ne hívj Kemal bátyának, előtte még rájön. Hogy hívjalak? Természetesen Kemálnak. Kemal. Csak akkor, ha ő is itt van. Mondanál a kupot, hol találom? Ott van hátul, mutatom az utat. Itt várjatok. Apám, hát mit keresel itt? Még meg is kell magyaráznom. Nem, nem szokásod. Soha nem magyarázol meg semmit. Hol van Kemal? És hol van ez a kis Szavka? Menj el, apám. Nem vagyok az apád. Amióta elszöktél, nincs apád. Hol vannak? Fingom sincs róla. Vigyázz a szádra. Nem hagynál már békén engem? Nem tudom. Kemal megjelent, aztán egy reggel el is tűnt. Nem tudom hová. Felfogtad? Ez itt Isztambul, apám. A törvényeidnek itt nincs helye. Az majd elválik. Meglátjuk, minek van helye. Isten hozott! Köszönöm, Kemal. Segíts felcipelni. Ez a tiéd. Köszönöm. Kemal, mit műveltetek ezzel a hajóval? Valami baj van? Hogy baj van-e?
Ezen a hajón egy folt sem maradt. Meriem, ez a te műved? Kemállal együtt csináltuk. Á, nagyszerű. Ezt már szeretem. Kemál, tessék, ezt neked vettem. Nem kellett volna. Ugyan már, semmiség. Te vagy a fedélzetmester, nem? Ez a legkevesebb. És még valami. Ez a tiéd, Meriem. Köszönöm, nagyon kedves. Remélem, tetszeni fog. Menjetek, öltözzetek át. Rajta. A hajón sosem szomorkodunk, egyes szabály. A rádiót karban tartjuk, kettes. A rádió ennyire fontos dolog? De mennyire, a legfontosabb. Na ide figyelj. Ezzel állítod be a hullámhozt, ezt fogod, megnyomod, és beszélhetsz. Mindent tudok a rádióról. Ez egy kis vacak, amit a seregbe használtunk, az igen, az már valami. Ez már valami. Örülök, hogy rátok bukkantam. Kedves vagy. Kemál, egyet higgyel, Meriem nagyon talpra esett lány. Csak egy ostoba liba. Nézd el neki, ha néha hibázik. Megvan a magához való esze. Szóval eljöttél otthonról. Munkád nincs, lakásod nincs, akkor miért? Csak kell, hogy valamilyen oka legyen. A körülmények ezt követelték. A körülmények ezt követelték. A körülmények. Én sosem láttam ilyen feketén fehéren. Egyenes gyerek vagy te. Én sosem voltam ilyen egyenes. Ne mondd már. De igen, és ez nem álszerénység. Tudod mit? Ilyen szerettem volna lenni, mint te. Éles elmélyű. Éles, mint a penge. De nem voltam. Majd legfeljebb fiatal koromban. Miért? Talán már vén vagy. Nem, vén még nem vagyok. Barátom, egészség. Kommandós, kommandós! Török vagy, katona! Török vagy, katona! Te hol voltál, katona? Burdulban szolgáltam. Iszpartában és Egérdérben is van kommandó. Lehet, de csak rövid ideig szolgáltam. Amerikában tanultam, a diploma és a doktori közt hívtak be. A lábam meg, tele volt vízhólyaggal. 2 hétig csak papucsban tudtam járni. Papucsban? Hát. Csak kérnie kellett volna. Ilyenkor fogni kell egy intim betétet, azt beleragasztani a bakancsba és már rendben is van. Egy betétet? Azt hát. Betétet? Persze, fenn a hegyekben az nem segít. -20 fokban, zuhogó esőben, hóban. Isten verte helyeken jártunk. Volt, hogy arra mentünk vissza, az átkozottak lebombázták a bázist. Indulhattunk is vissza egyből, míg el nem kaptuk őket. Na és elkaptátok őket? Ez volt Allah akarata. A hazát védeni kell az árulótól. Isztambulban, Ankarában nem is tudják elképzelni. Fogalmuk sincs, mi történt. Nem is baj. Áldott legyen a haza. Hogy Törökország még talpon van, azt a hadseregnek köszönheti. És a sok imának. Igen, annak is. Barátom, te mit keresel itt? Hogy mit is keresek itt? Mit keres itt Irfan Kurudal? Irfan Kurudal professzor. Ez jó kérdés. A körülmények hozták. Ha? Egészségünkre. Bravo, Kemal! Isten éltesse! Hey!
Komando! Katonál! Jó még egyet! Török vagy, katona! Török vagy, katona! Hé, török vagy! Török! És ott pakoljátok ki az árut. Ali Riza, ugye? Szelahattin. Kemal hol van? Kemal? Nem tudom. Szelahattin. Tényleg nem tudom, uram. Szelahattin. Tudnom kell, hol van. Őszintén mondom, nem tudom. Egy pillanat türelmet kérem. Hé, te, óvatosabban azzal! Ne dobáld nekem! Nem lisztesd rá, kaszte! Marmaris halászat. Szelahattin! Honnan jön ez a hal? Nem a tengerről. A haltelepről láthatja a kocsit. Marmaris. Egyébként mindenfelől hozzák. Innen is, onnan is, igen. Marmaris. Visszamegyek, várom a jó híreket. Haza se gyertek, míg él. Na és Kemal? A haja száll a segőrbén. Hozzátok hazag az embert, ha lányval végeztetek. Majd én megbüntetem. Ezt a képet vigyétek el, jól jöhet. Meg lesz, Kádi. Meriem, elégedett vagyok. Remekül dolgozol. Gyere ide. Gyere, megtanítalak a szorító nyolcasra, nesze. Kemal. Mitől ijedt meg így?
Ne is törődj vele, kicsit félénk. Jó reggelt. Hogy vagy? Jól vagyok. Tudod, Meriem, biztos hurkot kell kötni. Ha elrontod, könnyen kioldódik. A kötél olyan, mint az ember. Így, megfogod. Fogd csak meg. Ezzel a kezeddel átvezeted a hurkon át. Jól figyelj. Aztán meg alatta húzod el. Én fenn, barátom. Ha a legközelebb kikötünk, szólj csak nekem, majd én megcsinálom. Megyek. Készítek reggelit. Meriem, Kemal csak féltékeny. Fél, hogy jobb matróz leszel, mint ő. Az ember az megöregedhet, de a szél sosem gyengül el. Jó napot! Meg sem ismer, professzor. Szerep vagyok. Harmadéves, igaz, Szerep? Igen. És honnan kerül ide? Hát, a tengerről. Akkor Isten hozta. Arról a hajóról úsztam át, onnan láttam meg. Gondoltam, meglepem. Hát, a meglepetés sikerült. Tanár úr, ez nagy dobás volt, csak így felszívódni. Hozhatok valamit? Gránátalma leve. Félek, az nincs. Akkor ugyanazt, amit ön iszik. Rendben, már is intézkedem. Egy kis vizet is kérnék. Nagyon kedves. Semmiség. Irfan professzornak dolgozik? Aha. Kedves ember. Igen, tényleg az. Köszönöm. Parancsoljon. Nagyon köszönöm. Nincs mit. Amúgy a diákja. Ki? A lány. Irfan professzor tanítványa. Na és? Nagyon szép lány, nem, Kemal bátya? Helyem már. Egy kiló festék van rajta, még te is szebb vagy. Az egyet
egyetemről nincs ott senki, csak egy sima buli. Jöjjön át, kérem. Meglátom. Készüljetek! Átmegyünk egy másik öbölbe. Merjen, kérem a sót. Na, gyere! Ne. Gyere csak! Irfán bátya, nekem ez nem megy. Nem tudok. Te sem úszod meg, Kemal. Gyere csak, gyere, gyere! Táncolj! Most együtt, rajta, rajta! Ne, Irfán bátya, ne! Rajta! Ó, reménytelenek vagytok. Hát milyen fiatalok vagytok ti? Tessék, Kemal, fogd! Vidd ki és teríts meg! Mozogj! Barátom, ez az asszony dolga volna. Miért volna az asszonyé? Tisztázunk valamit. Ki is itt a kapitány? Te, Irfán barátom. A kapitány a hajón olyan, mint a parancsnok, amit mond, az szent írás. Az én hajómon nincs férfi meg asszony munka, úgyhogy vidd ki. Nem te merjem, hagyd rá. Na, menj már. Mozgás, mi lesz már, gyerünk. Úgy van. Felem végezteti az asszony munkáját. Milyen méres vihetsz még, kommandós? Miért bámulsz úgy? Csak a holdat. Egyszer együtt voltunk egy esküvőn. Emlékszel rá? Melyiket? Kazin bácsikám én. Az jó régen volt. Akkor is ilyen volt a hold. Beragyogta a tóvizét. Emlékszel rá? Na. Valamiért én sosem felejtem el. Most pont ugyanolyan. A hold mindenütt egyforma. Emlékszem, vadonatúj barna cipőben voltál. Há. Hogy maradt ez meg benned? Hát, nem is tudom, olyan furcsa voltál akkor. Olyan, mint egy felnőtt férfi. Nem szóltál egy szót sem, csak álltál. Pedig még gyerekek voltunk. Voltak ott emberek, Gevásból vagy honnan, és folyton bámultak minket. Te meg dühbe gurultál. Mint egy igazi férfi. Szép idők voltak. Most már sosem mehetünk haza, ugye? Most már soha, Mária. Én tehetek róla. Hagyd ezt abba. Nem. Nem vagyok ostoba, Kemál bátya. Egyet s mást világosan látok még én is. Tudom, amit tudok. Felejtsd el a falut, Merjem. Haldoklom, barátaim. Itt a végállomás. Ha nem tetszik, visszajövök. Jól ismerem már a halált. Gyere csak! Köszönöm. Szerintem szép dolog a tanítás. Az. Főleg egyetemen. Te jártál iskolába? Csak két osztályt. És? Azután? Azután semmi.
Látod, ez egy térkép. Megmutatja az utunkat. Megtervezzük az itinert. Tudod, mi az az itiner? Nem. Az útvonalunk. Nézd csak. Tegnap itt voltunk mi. Ma pedig itt vagyunk. Nézd meg ezzel. Na. Minden olyan hatalmasnak látszik benne. Mókás egy ember maga, Irfán bátya. Szeddég. Nagyon szép. Ő az én drága barátom Hidájet. Évekkel ezelőtt elindult a világ körül. Egy 6 méteres hajóval. Azóta is vitorlázik. Tudod, mit mondott? Azt mondta, csak élni akar, és nem gondol a holnapra. Nem tudom, hogy sikerült-e neki. Ő elment, én maradtam. Hát, ha találkozunk Hidájet bátyával, ki tudja? Tudod, az élet furcsa dolog, Meryem. Évekkel ezelőtt nem mentem, most meg veletek utazom. Én, te meg Kemal. Kemal, itt a bevásárlólista. Adok egy kis pénzt. Tessék, ezt tedd el. A szupermarket arra van. Várj, Kemal. Majdnem elfelejtettem. Ez az első fizetésed. Hagyd, barátom, erre semmi szükség. Tedd el, nem fogadhatjuk el. Jó, jön az a pénz. Nem, barátom, te csak el. Hát jó. Van valami vágya? Mit főzzek ma? Te vagy a séf, Meryem. Azt főzöl, amit akarsz. Később találkozunk. Meryem, tessék, a tied. Mi ez, Irfán bátya? Ajándék, remélem tetszik. Nem, nem fogadhatom el. Mi az, hogy nem? Ne nevettess, ez illetlenség. Ajándék, fogadd el. Ha? Na, bonts csak ki. Gyönyörű. Hát tetszik? Próbáld fel. Várj, hadd segítsek. Engedj. Hadd lássam. Nagyon szép. Viseld egészséggel. Köszönöm. Neked is tetszik, Kemal? Mi ez a macak? Ajándék. Bukkolba az ajándékaival. Ne légy mérges, bátya. Azt mondta, nem illik visszautasítani. Miért engedett, hogy hozzád érjen? Csak segített felcsatolni, nem tudtam, nem mit tegyek. Tudtad, nem tudtad. Kemal bátya, ne haragudj rám. Elhallgass, Némber. Már megint kezdett, mi? De az éjjében, hogy nem büntettelek meg hamarabb. Te cafka, hogy nem süki a szemed a szégyent. Kemal bátya! Mit mondtál az előbb? Bátyának hívod? Vagy talán rosszul hallottam? Te maradj ki ebből! Mi az, hogy maradjak ki? Félrevezettetek! Hazudtatok nekem! Hát nem értitek? Egy hajón élünk. Ti nem egyszerűen nekem dolgoztok. Egy hajón mindent megosztunk. Olyan nehéz lett volna őszintének lenni. Ha? Mit gondoltok, miért jöttem el Isztambulból? Miért hajóztam el? Mert elegem lett a sok hazugságból. Erre még ti is hazudtok nekem. Ezt nem vártam volna. Semmi keresni valót nincs itt. Most hova megyünk? Fogd be a szád! Mindig csak letorkolsz, Kemal bátya, de most már nem fogom be a szám. Jó, van, akkor csak beszélj. A te hibád, hogy ilyen bajba kerültünk. Beszélj csak, de engem hagyd békén.
Én nem tettem semmi rosszat, Kemál bátya! Persze, semmi rossz! Nem is! És Irfán bátya sem vétett ellenünk! Neked van bűntudatod, ezért látod mindenben a rosszat! Merjem! Ártatlan ajándék volt, udvariatlanság visszautasítani. Irfán bátya apánk helyett apánk volt, te is tudod! Neked beteg a lelked, Kemál bátya! Mozog, Merjem, elmegyünk! Én nem megyek! Inkább itt maradsz, mint egy olcsó szajha! Nevezz, aminek akarsz! Csak maradj! Igen, tessék? Háló, Jakub, te vagy? Kemál, merre vagy? Apánk tűvé teszi, érted az országot. Minket keres? Jakub! Ez egy munkahely! Már is megyek! Most mennem kell, Kemál. Vigyázz magadra! Veszélyes játékot űzöl. Arról jöttek, nem látta őket? Itt mentek el már. Tudom, hogy fájdalmas dologról lehet szó. Nem is kérem, hogy mindent mondjatok el. Hogy miért avatkozom bele? Mert sajnállak mindkettőtöket. Nem vagyunk házasok. Kemál bátya apja és az enyém unokatestvérek. Történt valami. Valami, amit nem tudhatok. És ezért el kellett jönnetek. A körülmények hozták. Jól mondom, Kemál? Ez engem nem is érdekel. Mikor Isztambulból eljöttem, a fejemben zűrzavar volt. De mára minden megváltozott. Szeretném, ha maradnátok. Gyertek vissza velem a hajóra. Kérlek. Kemál bátya. Gyere. Thank you.
Még itt is. Tiszta már? Hova rohanunk, bátya? Hopp, 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 hopp! Ne, elég! A helyedben én a görög szigetekre mennék. Miért csinálod ezt? Tényleg szeretném megérteni. Miért teszed ezt velünk? Életemben először megpróbálok végre csak magamra gondolni, senki másra. De látod, hogy nem sikerül. Legalább megpróbálom. Elegem lett mindenből. Ezt más nem értheti meg. Az egyetemből, a tévéből, a gazdag barátaidból Ájszel. Tudod, ez az egész életforma már taszít. Folytasd csak, belőlem is eleged van. 5 éve nem írtál semmit. Zavar, hogy a feleséged gazdagabb, mint te, régi lemez. Már kívülről fújom. Hagyjuk ezt. Nem, egy szó nélkül felszívódsz. Milyen jogon teszed ezt? Megvan rá minden jogom. Nincs. De igen. Nincs. Ide hallgass, Ájszel. A saját életemet akarom élni. Próbálom újra összeszedni magamat. Rájönni, ki is vagyok. De a legfontosabb, meg akarom érteni Hidayet, barátomat. Úgy élek, hogy nem tudom, mit hoz a holnap. És? Ezek a parasztok a barátaid? Ők a legénységem. Á, na persze, főleg a hamvas kis Szűz. Igazán elragadó legénység. Hogy jön ez most ide? Mondd meg te! Vajon hogy is jön ez most ide? Szende kislány, szép kislány, mosolyogj most szépen rám. És a férfi kicsoda? A férje? Nem. Nem mintha megértenéd, de elmondom. Meriem különleges lány. Nagyon okos, intelligens. De a legfontosabb, hogy ő még tiszta. Na persze, nem társalog olyan kifinomultan, mint a barátaid. Talán soha nem is fog. De egy valamit nagyon tud. Nyilván elmondta neked. Arra semmi szükség nem volt. Neki ehhez nem kellenek szavak. A tekintetéből mindent kiolvashatsz. Jelen pillanatban ezzel te is így vagy, szívem. Fölig szerelmes vagy abba a kislányba. Ne légy nevetséges. Gyáva vagy, mindig is az voltál. Ne igyál sokat. Hogy tudod mit? Igyál, bánom is én. Alperes Irfan Kurudál, bontóper. Vigyázzon Irfánra, és vigyázzon a kislányra is. Jobbra több helyet hagy Kemal. Ez az. Köszönöm.
Tudod, mit mondok? Aysel féltékeny rád. De jó ég. Gyere! Emlékszel még a térképre? Mi az első dolgunk? Eldöntjük, hogy hová megyünk. Itt vagyunk, ide megyünk, meghatározzuk az irányt. Lássuk a tájolót, azt mondja 189 fok. Nem így kell tájolni. Te hogy csinálnád, Kemal? Letesszük a tájolót. Meghatározzuk az irányt. Feltérképezzük a hegyeket és a falvakat. Bejelöljük, hol bujkálhat az ellenség. Ki kell számítanunk, hol bujkálhatnak. Tudni kell, hogy jobbról várjuk-e a golyót, vagy balról számítsunk rá. De sosem szabad a nappal szemben támadni. Akkor inkább várunk. Majd csak elmegy a nap. Nem rohanunk a halálba. Miért mondom? Mert a nap elvakíthat minket. És nem látjuk az ellenséget. Most már tudod, hogy kell csinálni. Ez azért egy kicsit más, Kemal. Jó reggelt, Irfán bátyja. Neked is, kislány. Kemal már megint ivott. Ide adnád azt a vödröt? Hát ez meg miféle vödör? Üveg az alja. Látod vele a tengerfenéket? Sráckoromban sokat játszottunk. Nézd csak így. Meriem! 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 Hol a pokolban vagy? Meriem! Hol vagy? Valamit? Igen, megvan. Várj egy kicsit, várj csak. Ott van a tengeri csillag.
kedves az élete visszahozza. Menj a pokolba! A golyót röpítek a fejedbe, akkor hogy jössz vissza, nagy okos? Világos? Irfán bátya. Igen? Isztambulban szokott havazni. Olykor előfordul. Van egy nagymamám. Bibi a neve. Én csak úgy hívom. Ő szokott mesélni nekem, mikor otthon nálunk havazik. Ülünk a kályha mellett egész reggelig, vagy ameddig kitart a tűzifa és mesél. Ha hallaná, milyen meséket talál ki. Olyan izgalmasak, mint a filmek lehetnek. Csak nincs honvágyad. Én csak azt a helyet ismerem. Persze, hogy hiányzik. Kinek ne hiányozna az otthona? Visszamehetsz? Ki tudja. Talán. Megyek a konyhába. Kemal, ezt miért csináltad? Ezt én kérdezem tőled, hogy képzeled? Nyugodj meg, Kemal! Gyere, ne bánsz, nem csinálj semmit! Fékezd meg magad, Kemal! Ott a parasztak nézel, rohadt szatír! Megmondasz egy szűzlát, te most megfizetsz! Nos, véged! Ne csinálsz, Kemal! Napokat tervezed, igaz? Most rájtök lesz, rohadt kutya! Miért nem figyelem senki? Halott vagyok, tán? Merjem. Bűnös vagy, Merjem. Azt kit érdekel, hogy mit érez, Merjem? Jól van ez így? Miért nem öltél meg inkább? Miért nem végeztél velem? Miért nem öltél meg? Azt hiszem, végre elaludt. És most ide figyelj. Merjem nekem olyan, mint a lányom. Ezt vésd végre az eszedbe. Tudod mit? Te szereted ezt a lányt. Igazán. De ha szereted, miért teszed pokollá az életét? Az övét és a sajátodat. Merjemet meggyalázták. Merjem tiszta. Mind mocskosabbak vagyunk nála. Sejtem én, mi történhetett. De miért őt hibáztatod? Különben is, ha szereted. Szeret. Igen, szeretem Merjemet. Isten áldjon, ez a beszéd. Csak hogy kimondtad. Te, Kemal, ma majdnem megfojtottál. Felejtsd el.
Kemal, még meg kell oldanunk Meryem anyakönyvi problémáját. A kormányzó helyettes jó barátom. Amíg velem maradtok, nem eshet semmi bajotok. Barátom, ne mondd, hogy nincs elég hely a világban. Kemálnak és Meryemnek együtt. Majd megoldjuk. Jó írt hoztál. Nagyon jó írt. Megszabadítom a világot egy erőszaktevőtől. Kemal. Fiam.
Maga mondta Irfán bátya, a szél nem hal el. A szél olyan akár az élet. Most már értem, Irfán bátya, az élet csodálatos. Ne kérdezze, mi lesz most, vagy mihez kezdek, mert nem tudom. Csak azt, hogy az életem az enyém. Kemál még mindig szégyelli magát ön előtt, csak mert nem mondja ki ön azért, biztos tudja. Egy kapitány nem véletlenszerűen választ legénységet, ön jó irányba kormányzott minket. Remélem, egy nap megint találkozunk, és újra jól érezzük magunkat együtt, hárman, Isten önnel. Jó utat kívánok, Irfán bátya! Magyar hangok. Bogdányi Titanilla, Szakács Tibor, Csernák János, Bedefazekas Anna Mária, Imre István, Varga Tamás, Dolmány Attila, Meggyesi Mária, Gerbert Judit, Mariai Virág, Pálfi Kata, Karácsonyi Zoltán. A szinkront a Cinemax megbízásából az HBO készítette. Produkciós vezető, Vígödön.